Sziasztok, mindenkit üdvözlök szeretettel. Jó érzés, hogy nem kell bemutatkozni, és nem kell elmondani a családi hátteret sem. Talán annyit mondanék, ami összefügg ezzel a szülők iskolájával, hogy iskolásak vagyunk mi is továbbra is, és én nem gondoltam, hogy ilyen mértékben kell újra tanulni a szülőséget, mint ahogy most tanuljuk a serdülőkor küszöbén levő fiunkkal. És nekem is nagyon jó volt most átnézni ezeket a dolgokat, majd menet közben mondani fogom azt, hogy mi az, ami úgy különösen érintett és aktuálissá vált számomra. Igyekszem nagyon összefogottan beszélni, és nem fogok nagyon szeretném, hogy nem menjek bele nagyon a részletekbe, bár ez a tanári ártalom, hogy az ember egy húzamban 45 percet tud csak beszélni, se többet, se kevesebbet, vagyis nálam ez így működik sokszor, úgyhogy próbálok. Vegyem le a maszkot? Jó. Köhécseltem az éjszaka, de negatíva tesztem, úgyhogy... No. Tehát vannak anyagok, amiket majd oda fogok tudni adni, illetve lesz utána beszélgetés, és kedvezzünk most a beszélgetésnek. Első két alkalommal az előadásnak kedveztünk. Jó. Hát a családi életünknek vannak mindenféle paraméterei. Itt én a családszociológiai paramétereket hoztam, amiről leggyakrabban hallunk, ahol két alap dolgot mondanak, hogy egy család működőképes kell legyen. Az azt jelenti, hogy az alapbiztonság megvan, van hol lakniuk, el tudják látni a gyerekeket, ki tudják fizetni többé-kevésbé a számlákat, rá tudnak egymásra figyelni, betöltik a feladatokat, amiket a család jelent, de hát sok egyéb is ide tartozik, illetve a családnak élhetőnek kell lennie. Sajnos nagyon sok minden az idők során nagyon működőképessé vált, de kevésbé élhetővé. Az általános funkciói a családnak, főleg ami társadalmilag meghatároz, meg emberként az életbe indulásunkat meghatározza, ezt nagyon sokszor halljuk, tanítják az iskolában, az egyetemeken, hogy valahova tartozás. Tehát rögtön azt kérdezik, mi a család neved, kik a szüleid, ugye már a kisgyerek esetében, de felnőttként is számít ez nekünk. A gyermeknevelés reprodukció helyszíne, ez ma már nagyon vitatott sajnos, hogy a legjobb hely tényleg a család, de a gyerek számára, hogy nevelhetne más is gyereket, de ez még mindig áll, és ez kutatási adatokkal nem keresztény kutatók is elismerik. Együttélés színhelye, együttes élmények színhelye, generációs kapcsolatok megélésének a színhelye, ott tanulja a gyerek a generációs kapcsolatokat, a beszédtanulásnak a színhelye, és a verbális kommunikációnkat nagyon meghatározza, beszédbeli kommunikációnkat, mind a szókincs tekintetében, azt mondják, hogy a gyerek szókincsében leképeződik az otthoni beszédnek a gazdagsága vagy szegénysége, de a stílus tekintetében is meghatározó. Úgyhogy, ha olyanokat hallunk a gyerekünktől, ami sérti a fülünket, akkor érdemes gondolni arra, hogy honnan vette fel ezeket. Mert a gyerekeknek van egy olyan szokásuk, egy bizonyos életkorban, úgy 2-5 éves korig, hogy nem elmesélnek, hanem visszajátszanak. Ugye? A játékukba visszaadnak dolgokat. A feladatokhoz, munkához való viszonynak a megtanítása, a gazdálkodás megtanítása például pénzzel, idővel, a javakkal, akár a játékaival, a ruháival, konfliktus megoldási módoknak a tanulása. Ugye én még abban a generációban nőttem fel, hogy úgy működött, rosszat csináltál, a szülő elővet, megbüntetett, így vagy úgy. Volt egy meggondolkodási idő, amit mi többnyire a sarokban kellett eltöltsünk, ma már ilyen meggondolkodó székek vannak intézményekben vagy családokban is, és utána volt a megbeszélés, ahol el kellett hangozni, hogy soha-soha többet nem leszek rossz, vagy nem fogom ezt tenni. Hogyha nagyon sűrűs volt a kihágás, akkor Istentől is bocsánatot kellett kérni, tehát imádkoztunk is együtt, és ezzel le volt zárva.
Ma már ezt sokan megkérdőjelezik, de volt egy kifutás a konfliktusoknak, egy lecsengése, és minket nagyon szigorúan neveltek otthon, de úgy azért a szüleim eléggé a feledés tengerébe vetették azokat a vétkeinket, amiket így lerendeztünk. Tehát nem kellett nagyon félni, hogy másodszor is elővesznek, harmadszor is. Tehát ilyenként ez nagyon megbízható módszer volt, ha nem is mindig kellemes. Családi életre nevelésnek a színhelye, életvezetési értékeket itt tanul meg a gyerek. Ehhez hozzá kell tenni az érési folyamatot is, tehát hozzá kell előlegezni a gyereknek, mert van egy időszak, amikor pont az értékek ellen akar, pont olyan nem akar lenni, mint mi. A kapcsolatok szintjén az nagyon fontos, hogy az otthon legyen mindenki számára. Tehát ne csak a szülői elvek, szabályok, rend, érzelmi szint érvényesüljön, hanem a gyerek is úgy érezze, hogy milyen jó, hogy nekem ide kell hazajönni. És ez azért kihívás szülőként. Itt a kapcsolatoknál sok minden fel van sorolva. Talán azt mondanám még a kapcsolati sűrűség. Ez nem azt jelenti, hogy minél többen vagyunk, annál jobb. Bár nekem vannak ilyen tapasztalataim is. Hanem ma már hálózatokban is gondolkodunk, tehát minél több kombináció van, annál jobb. Tehát, hogyha van olyan, hogy apa, anya, gyerek, gyerek, apa, gyerek, anya, gyerek, de nem tudom, a hobbik szintjén, érdeklődési körök szintjén, tehát minél több kapcsolódás, annál jobb a család kapcsolati minősége. Tehát, hogyha találunk minden gyerekünkkel, mind a két szülő, minél több olyasmit, amit mi együtt ketten csinálunk, vagy a család teljes egészében együtt, ezt jelenteni a sűrűség. Szabad másnak lenni, sebezhetőnek lenni, őszintének lenni, hibázni. Erről kevesebbet beszélünk, hogy az otthon igazából attól lesz otthon, és a család attól lesz otthon, hogy nem elsősorban a legfőbb számon kérési fórum, hanem ahol megtapasztaljuk az elfogadást, és ugye a keresztény tanításban benne van az, hogy mennyire meghatározza a gyerek szülőképe az Isten képét később. Az otthon hangulata mennyire rávetül a gyülekezetre, a közösségre, a tágabb közösségekre később. Tehát ezért is nagy felelősség. Tehát igen, hibáztam, elmondják nekem, és jó az, hogyha megmondjuk a gyerekeinknek, még kamaszkorban is, hogy ezt nem látjuk jónak, ki mondja meg, ha nem mi a gyülekezetvezető vagy a szomszéd. Tehát jó az, ha a szülő mondja meg, még akkor is, hogyha fájdalmas, de hogy ezzel együtt érezze azt, hogy ha a hibájával együtt ott van nekünk, és elfogadjuk, szeretjük. Nem szabad feladni. A kapcsolat minőségét nagyon befolyásolja, és épp ma néztem meg egy friss kutatást erről, hogy akik eleve úgy indulnak a házasságban, hogy számolnak alternatívákkal, hogy fel lehet majd bontani, ha nem megy, hogy majd újra tárgyaljuk a dolgokat, stb. Sokkal nagyobb az esély arra, hogy tényleg bomoljon. Ezért nagyon nehéz az egyszülős családokban, vagy ahol elválnak a szülők, mert a gyereknek eleve beépül, mint egyfajta alternatíva stratégia. Nagyon fontos, és talán ebben az irányban fogunk leginkább menni ma, hogy a családi életünknek követni kell mind az egyes családtagok fejlődési lépéseit, mind a családi élet folyamatának a szakaszait. Most ide éppen ezt tettem ki. Ezen a koordinátán van a személyes fejlődésünk, egyéni fejlődésünk szakaszai nagyon nagy vonalban, ahol van olyan, hogy az identitáskeresés időszaka, de ez már így a 18 éves kor körüli, a korai felnőtt kor, amikor már próbál elköteleződni szakmában, kapcsolatban, életformában. Aztán a felnőtt kor felelősségek, egyensúlykeresés szakasz, ez egy hosszú szakasz, egészen az idősödésig tart.
az idősödést előbb 55 éves kortól szabták meg, de mivel nőtt az életkor, és mert látták, hogy mi is következünk, felemelték, most már a WHO is ezt felemelte, és azt mondta, hogy 60 évtől az idősödés, 70 évtől az időskor. Tehát ez egy nagyon hosszú szakasz a felnőtt kor az idősödésig, és aztán van az idősödés az aktív életből való felé tartás, és a búcsúvétel szakasza, ami már általában úgy tartják, hogy a társ elvesztésével lesz hangsúlyos a búcsúvétel szakasza, ha csak nincs valami korai eltávozása a társnak. A másik koordinátán a családi életszakaszai vannak, aminek a nulladik szakasza az egyedülálló fiatal felnőtt, aztán következik a házas, de még gyermektelen pár, kisgyermekes család. A kisgyermekes család ott a nagykönyv szerint a nullától a 12 éves korig sorolják be, de én felosztottam ezen belül még három szakaszra. Serdülő gyerekes család, ezt 12 évtől számolták, de most már kezdik lehozni 11-10 éves korra. Tehát lerövidül a gyermekkor ilyenként. És viszont a serdülőkor meghosszabbodik, bejön egy úgynevezett posztadolescencia szakasza, tehát amíg a gyerek még anyagilag nem tud független lenni, szülők biztosítják a lakhatását, vagy együtt lakik a családon, mert hogy megnő a tanulási időszak. Tehát általában az egyetemi évek befejezéséig tart. Aztán kezdődik itt is az önálló, ugye egy kicsit ide visszakanyarodik. Tehát a családi családalapítás, vagy felnőtt életben való elkötelezés, és az utolsó a családi családidőskorban. Jó, ezt megmutatom így is. Ez az Erik Erikssonnak a nagyon ismert modellje. Azt mondja, hogy a személyi fejlődésünknek lépcsői vannak, tehát lépcsősen fejlődünk. Most van, akinél tényleg lépcső, van, akinél így menedékesen történik meg ez a fejlődés, és egyáltalán nem ilyen egyformák ezek a lépcsők, hasonlítanak a mi Gyülis lépcsőnkhöz. És minden szakasznak van egy kihívása, illetve van egy dilemmája, hogy merre alakulunk. És a legfelső szakaszra teszi az én integritást, tehát amikor azt a dobozt, amit egész életemben gyűjtök, arra rá tudok nézni, rendbe tudom rakni, és el tudom fogadni, mint az én életemnek a tartalmát. És azért beszélek most pont erről, mert hogy azt mondja az Erikson, hogy ez, erre mindenki vágyik, hogy bölcsörekként menjen ki az életből, meg hogy megbékélve, meg tudjon úgymond transzcendentálódni minden tekintetben, tehát felfele tekinteni időskorban, az összes kapcsolataiban, minőségeiben. De azt mondja Erikson, hogy ennek az a feltétele, hogy kezdettől fogva tudjon meglépni ezeket a kihívásokat, amit a fejlődés sem jelent. Ezekben a dilemmákban tudjon megküzdeni a feladataimat, és hogy mindent a rendelt időbe tudjak meglépni. Tehát van egy úgynevezett rendelt idő. Ezt a Biblia már sokkal hamarabb megírta, és a szakemberek is erre felfigyeltek. Szenzitív időszaknak nevezi általában, vagy szenzitív feladatoknak, szenzitív kihívásoknak nevezi a fejlődés lélektan. És itt van a családi életciklusok szerinti fázisok, ezt egy olasz szakember, családterapeuta Minuccini osztotta így fel, de nagyon sok más felosztás is van. Ez az, amit mondtam, és ez az, amiről majd részletesen beszélni fogunk. Tehát az egyedülálló fiatal felnőttől, ami a nullapont lenne a családi élet tekintetében, és fontos, hogy legyen ilyen, de mindegyik szakasznál úgy van, hogy nem minden állami hatalmunkban. Tehát mit jelent ez a szenzitív periódus? Azt jelenti, hogy van egy belénk írott program, ami szerint megvan minden fejlődési lépésnek a rendelt ideje. Sokan vagytok itt kisgyerekesek, gondoljatok a fizikai fejlődésre, gondoljatok a fogzásra. Most ezt nem lehet úgy pontosan megmondani, hogy pontosan 5 hónaposan, 6 hónaposan, 7 hónaposan jön ki az első foga, de van erre egy szenzitív periódus.
Ha ebből nagyon kifut a gyerek, akkor felfigyelünk rá, hogy miért nem ül még, miért nem jön a foga, még miért nem kezd beszélni. És mindegyik szakasz a megfelelő időszakban fejleszthető legjobban, akkor áll össze a gyerekben a képesség, a készség, a beleteremtett program, hogy azt meglépje. Számomra nagyon érzékletes példa volt a mozgásfejlesztésben, mikor még a Betániánál dolgoztam, hogy hoztak néha 7-8-9 éves gyerekeket mozgásfejlesztésre, és a szülő könyörgött, hogy segítsen a gyógytornász, hogy járjon a gyerek, mert nem jár. Ilyen nagy már, és nem jár. És nem azt csinálta a szakember, pedig volt ilyen felfüggesztő, ami függőleges pozícióba tartotta, hogy az agy tanulja az egyensúlyt. Nem azt kezdte, amit a szülő megrendelt, hogy járjon a gyerek 8 évesen, pedig normális, hogy járjon, hanem megnézte, hogy a gyerek fejlődési szakasz, mozgásfejlődési szakaszában hol maradt le, hol állt le. Itt Gabi itt van, és ő szakember. Tehát ha csak azt tudta, hogy hasról hátra átforduljon, akkor tanította hátról visszafordulni, tanította felhúzni a lábait, tanította kúszni, lehetőleg előrefele, ne hátrafele, mert sokszor először inkább hátrafele mennek, mert ez így könnyebben működik, és szépen be kellett járni a mozgásfejlődéssel azt az utat, amit a belénk írott program diktál. És utána volt csak esélye annak, hogy ez a gyerek járni tanuljon. Ugyanígy a beszédfejlődéssel. Most mindenféle viselkedésbeli, magatartásbeli dologgal is ez így működik, hogy van egy szenzitív időszak, ha az akkor nem tud kialakulni, akkor mindig vissza kell oda menni, hogy hol akadt el, milyen lépcsők hiányzanak, és azokat a lépcsőket kell meglépni. Most szenzitív feladatokat, vagy a szenzitív periódusnak a feladatait általában úgy éljük meg, hogy normatív krízisként. Tehát jön valami, ugye a fogzás az egy krízis. Biztos egyetértetek, hogy kínlódnak vele a gyerekek. Tehát mindig megelőzi egy ilyen kicsit kritikus dolog, mielőtt jönne egy új lépés. Most minden fajta fejlődésben így van, hogy egy kinővünk egy szakaszt, már egy kicsit feszítenek a határok, ugye beszól a gyerek, hogy már nem mondjad már nekem, hogy mackó, mert én már 12 éves vagyok, és sertülőkorban vagyok, és van becsületes nevem, és milyen gáz, ha ezt meghallja valaki. Tehát kinőtt egy előző szakaszt, és rá kell tanuljon a szülő is, hogy például a közelség-távolságnak mi a megfelelő mértéke ebbe az új szakaszba. És úgy kínlódunk ezzel, tehát egy csomó dologgal így van, hogy a szenzitív változásokat normatív krízisek előzik meg. Azért mondjuk normatív krízisnek, mert ezek normális krízisek. Tehát ezek nem baj. Ez így kell legyen. Most, hogyha nem történik meg ez a fejlődési lépés ebben a szakaszban, és ez egymásra tevődik egy másik dologgal, akkor már nem, sok esetben már nem ússzuk meg egy normatív krízis, egy normál fejlődési krízissel, hanem ebből már egy súlyosabb dolog alakul ki. El tudnak bonyolódni ezek a dolgok. Most vegyük egy picit részletesebben a kisgyermekes szakasz kihívásait, mert nagyon sokan tartunk. Tehát ez a családi életciklus szempontjából. Amikor a család odaér, hogy kisgyermeke születik, milyen kihívásai vannak családként. Itt látjátok a szülői és szülőtársi szerepek. Ez nagyon fontos az is, hogy a szülői szerep kialakuljon, mit jelent anyának lenni, mit jelent apának lenni. Tudjuk, hogy ebben vannak fázis eltolódások, időben eltolódások. Az anyaság az már a fogantatással együtt kezdődik, vagy lehet, hogy még hamarabb, amikor már nagyon rákészül, nagyon várja, nagyon nézi a naptárat, nagyon figyeli a jeleket. Az apasság lehet, hogy később. Sok apuka elmondja, hogy amikor először kapta kézbe a gyerekét, akkor mozdult meg benne valami, amit addig nem érzett. Az az úgynevezett apai érzés. Van, akinél lesz hamarabb. De nagyon fontos a szülőtársi szerepet is megtanulni. Tehát nem csak az, hogy vagyok anya és a társam, hogy apa, hanem együtt szülőtársként hogy tudunk együttműködni. Hogy oldunk meg helyzeteket, hogy tud összeépülni ez a szülőtársi feladat.
az a veszélye ennek a szakasznak, hogyha nagyon el vagyunk havazva mindennel, tehát a nőt nagyon bekebelezi az anyai szerep, a férfinek meg van egy csomó életviteli, munkahelyi, családfenntartási nyüge, ezt vagyunk a leghajlamosabbak elhanyagolni, a szülőtársi szerepnek az összeillesztését. És akkor itt is vissza kell sokszor menni oda, hogy mit enged meg, úgymond az anyuka az apukának, hogy a nagy kezeivel mit tehet a gyerekkel, meg hogy biztonságban érzi-e nála, vagy a lelt a torkába dobog, hogy meghaltak-e az apa és a gyerek is, mire ő hazaér. Tehát ezek mind jelzések arra nézve, most ezt nagyon pici gyereknél még tanuljuk azt, hogy összeépítsük ezt, de mikor már nagyobb a gyerek, és még mindig elképzelem, hogy milyen katasztrófa történt az én távollétemben, akkor azt jelenti, hogy ez a szülőtársi szerep nem tudott összeépülni. És ez nagyon megterhelő mind a két félnek. Gyermeknevelési feladatok, dilemmák, tele vagyunk gyermeknevelési kérdésekkel kisgyermekes szakaszban. Nézzük a Dr. Spockot, meg most mindenféle, én még azt néztem valamikor, nektek sokkal nehezebb, mert sokkal több tanácsot hallottok, és akkor abban valahogy tájékozódni kell, hogy hogy kell csinálni. Rengeteg dilemmánk van, amikor szeretnénk a jó és a jobb közül a jobbat választani, vagy a két rossz közül a kevésbé rosszat, igaz, hogy nem mindig ideális az élet, nem mindig az van, hogy a jó és a rossz közül választunk. A dilemma mindig ott van, amikor nagyon egymáshoz közel álló dolog között kell választani. Tehát például, hogy adjam-e óvodába, vagy bízzam nénire, ugye, ahol nincs nagymama, vagy még aktív életkorban van, ugyebár munkahelyileg. Úgy érzi az anyuka sokszor, hogy a két rossz közül a kevésbé rosszat próbálja választani, mert hogy ez a helyzet, tehát ilyen dilemmákra gondolok, testvérkapcsolat, testvérféltékenység. Ugyanúgy, ahogy tanulni kell az apasságot, anyasságot, tanulni kell a testvérséget is, és ezzel nem kell csodálkozni. A testvérségben, a gyerekben leghamarabb az mozdul, a féltékenység, hogy csináljuk vissza, hogy ne legyen testvérem. Milyen szép volt eddig az élet. Meg hogy csalódott legtöbb gyerek, és nincs életkorilag abban a szakaszban, hogy ki tudja mondani. A húgomnak a fia 4 éves volt, amikor azt mondta, amikor hazahozták a kistesót, addig mindenki festette, hogy majd ha a Debike megszületik, akkor így lesz, úgy lesz, ezt játszottok, azt játszottok. Hazajött, nem tudom, 5-6 napos kis testvérét kitette a nappaliba hasra, mikor nem látta senki, és megpróbálta, hogy mit tud, nem tud semmit. Csak ugye az orrára bukott, ordított, folyt a nyála, meg minden, és bejött, én ott voltam, tehát ezt a fülemmel hallottam. Azt mondta, anya minket becsapta. Ez a gyermek nem tud semmit. Tehát, hogy gondoljatok bele abba, hogy ahogy ti küzdködtök, vagy mennyit beletesztek abba, hogy tanuljátok a szülői szerepet, annyit kell beletegyen a gyerek is, hogy tanulja a testvéri szerepet. Amennyi időre van szükségünk nekünk, annyi időre van neki. Miért mondják azt, hogy ha több gyerek van, nincs testvérféltékenység? Mert a két nagyobb gyerek, és ezt én is átéltem a családba, hogy a harmadiknál még talán reméltem, hogy egyszer még visszakerülök én a mennyekbe, vagyis apukám és anyukám közzé, de a negyediknél már tudtam, hogy ez soha nem lesz. És ezt van, akivel megbeszélje. Már volt még egy testvérem, Lajossal szépen megbeszéltük, hogy jaj, hát a Jóisten küldhette volna más családba is ezeket a kicsiket. De amikor még a gyerek egyedül van, nincs, meg nem is érett arra még, hogy megbeszélje. Tehát nincs testvértársi szerepre, nincs lehetősége. Értitek? Intézmények kérdése. Ugye ez a bölcsi-ovi iskola, mit válasszunk? Azt szoktuk mondani, hogy ne legyen egyházi óvoda, mert ideológiai háttere van, ne legyen Waldorf, ne legyen Montessori, mindegyinek van. Én elárulom nektek, én azt tapasztaltam, hogy minden iskolának van ideológiai háttere. Vagy hirdetett, vagy nem, vagy explicit, vagy implicit. Most ezt nem az egyházi intézmények, vagy alternatív intézmények védelmével mondom elsősorban. Én is azt gondoltam, adjuk simma iskolába, államiba, jó lepusztultba, jó klasszikusba.
nem nincs ideológiai háttere. Hát van, és erre a menet közben jön rá az ember. De bízni kell nekem, nagyon megerősítő volt, amikor Virágot Montessoriba adtuk, és ott is mondtak mindenfélét, hogy a Frinét féle ilyen nagyon leszefer nevelés, hagyjuk, hogy történjen, a gyermek bontakozzik, nincs kedve, semmihez. Nem tudja azt, hogy kell, hogy nem szabad odaadni. És akkor egy tapasztaltabb házaspár azt mondta, hogy el tudod hinni, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van? Na, ez a gyerekedre is érvényes. Ha te megfelelőnek tartod neki azt az intézményt, ne félj az ilyesmiktől. És nekem az akkor nagyon sokat számított. Hivatás, munka, családi élet, egyensúly keresése, nem megyek bele, biztos, hogy nagyon érzitek a beszélgetésben, még legyen erre lehetőség, illetve a szülő-nagyszülő szerepek. Nagyszülő is ugyanúgy tanulja a nagyszülőséget, mint a szülő. Azt gondolja, hogy egy körrel előbb jár, mert ugye, ha már tudja a szülőséget, akkor biztos tudja a nagyszülőséget is. Meg hogy vannak ebbe elképzelések és végletek, hogy a nagyszülő csak igenis kényeztesse, engedjen meg mindent, úgyis a szülő dolga az, hogy megnevelje. Tehát ezek végletek, amik benne vannak a világban, de tehát a gyereknevelésének a felelőse a szülő. És nagyszülőként tudomásul kell venni, és be kell tartani azokat az alap dolgokat, amiket a szülő nagyon fontosnak tart. Most az, hogy a szülő pontos forgatókönyvet írjon a nagyszülőnek, hogy hánykor, hány percig csináljuk ezt vagy azt, és mikor szuszogunk közbe, tehát azt azért nem lehet. Tehát ha oda bíztad, ott van, az alap dolgokban azért meg kell egyezni. Az alapdolgokban. Higgyétek el, hogy az a sokféleség, amit a gyereknek a nagyszülő neve jelent, még ha nagyon különböző is, és nagyon lehet, hogy nem keresztény életmódú, vagy gazdagságot jelent, és a gyerekek, ahogy érnek, nagyon pontosan erre tudják tenni. A legnehezebb természetű nagyszülő is ajándék a gyereknek, amúgy meg már nincs hatalmunkban genetikailag szelekciókat végezni, tehát úgyis hozza azt a génállományt is, és úgyis soha semmi nem fogja már megváltoztatni, hogy az lesz az anyja-apja, és az lesz a nagyszülője, nagyapja-nagyanyja. Tehát ugye ezek adottságok, és erre is érvényes az, hogy a lakásunk, életünk helye, ideje meghatározott családilag is. Megérkezés szakasza. Tehát a kisgyermekes, egy pillanatra visszalépek, a kisgyerekes család szakaszának a kihívásaiba igazából három gyermekfejlődési szakasz esik be. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy kisgyermekes család ezt a szakaszt, akkor a gyermekeink fejlődési szakaszából három alszakasz tartozik ide. Most mondtam már az elején, hogy azért nehezek ezek az egyensúlykeresések, mert át kell álljon bennünk az énről a mire a szemlélet. Tehát, hogy úgy kell tájékozódnunk a saját életszakaszunkba, felnőttként, szülőként, hogy abba helye legyen a gyermeken fejlődési szakaszainak, és ugye láttuk, hogy a felnőtt kor az milyen hosszú, sok mindent lehet benne csinálni, de mondjuk a megérkezés szakasz az 0-3 év. És ha akkor nem kapja meg az életbe indító dolgokat, az nem nagyon nehezen bepótolható. Tehát, hogy nekem anyaként sokáig kérdés volt, hogy én minden gyerekekkel csináltam tanulást, mindent, hogy mikor van a rendelt ideje, vagy mikor fér bele az életembe, hogy tanuljak, és örülök annak, hogy hamar megértettem azt, hogy azért még nem lesznek iskolások, addig nem menjek bele ilyen nagyon intenzív tanulásba, meg stb. Tehát tegyen félre egy időre ezt, és próbáljak arra ráfigyelni, amit nekik kell akkor megadni. A megérkezés szakasza, hát ezt is sokszor halljátok, az ős bizalom vagy bizalmatlanság szakasza. Most ez azért nagyon fontos, mert azt mondják a szakemberek, hogy az alap attitűd kialakul bennünk. Hogy alapvetően bízunk a világba, ez egy jó hely, bízunk az emberekbe, a legközelebbiekbe is, és a kicsit távolabb levőkbe is, vagy alapvetően egy ilyen szorongás, kételkedés van bennünk, egy csomó kérdőjel van bennünk.
mintául szolgál az anya, a gyerek kapcsolat, a későbbi kapcsolatok, az Isten kapcsolat számára is. És hát a Isten szeretetét és elfogadását legelőször az anya-gyerek kapcsolatban tapasztalja a gyerek, vagy kap rá mintát. Hogy az anya mindig elérhető, arra van szükség a 0-3 éves korban, visszatér, ez már egy korábbi szakasz, későbbi szakasz, de a 0-3-on belül, tehát a gyerek azt is meg kell tanulja, hogy nem kell mindig lássa az anyát. Az anya úgyis vissza fog térni. Ha kiment az ajtón is visszatér, ha elmegy a gyerek az oviba, bölcsibe, és az anya vissza fog térni, ha elment a nagyszülőkhöz is, az nem azt jelenti, hogy az anya megszűnt. Az anya mindig ott van, és nem azért van távol, mert nem akar közel lenni. Az apától a megvédés, elfogadás ebbe a szakaszba, illetve a gyerek nagyon tudja venni azt, hogy mennyire védi az apa az anyát ebbe a szakaszba, és mennyire fogadja el, és ezt magára is értelmezi. Tehát hiába dédelgeti, most lehet, hogy erős a példa, az apa a gyereket, és mondja, hogy apa mindent megtesz, érted, ha a gyerek azt érzi, hogy ez az anya-gyerek páros, meg nem kap elég védelmet, nem kap elég elfogadást, elég bizalma az apa részéről. Most sokan úgy gondoljuk, vagy gondolják, hogy ebben a szakaszban a legjobb segítség az, hogy mindent együtt csinálnak. Kutatások vannak, de gondoljátok végig magatokban, nagyon sok nőnél nem ez a fontos, hogy mindent együtt csináljanak, nem ez a legfontosabb, van, akinek egyenesen zavaró, viszont az, hogy őt támogassa a férje ebben a szakaszban, feltételek nélkül abban, hogy ő anya, abban, hogy ő helytáll a gyerekével való éjszakázásba, kimerültségbe, hogy nem mindig olyan, amilyen szeretne, csak olyan, amilyen bír, és hogy ezt az elfogadás ez, hogy úgy, ahogy képes vagyok élni ebben a szakaszban, jó vagyok neki, és támogat, és véd, és nem csak azt hallja, amit mondok, hanem a kontextust, amiben ez elhangzik. Nem csak azt hallja, hogy azt mondom, hogy most nincs kedvem sétálni, se ezt se, azt se, nem tudom megcsinálni, hanem értse azt, hogy most mi az, amiben benne van a szülő. Ugyanígy az anyának is, bár ebben az életkorban az anyák sokkal nehezebben vonatkoztatnak el az anyai minőségüktől, sokkal nehezebben tudnak látni a férjre és az apára, biológiailag, kémiailag mindenképpen így áll be. Erőfeszítést kell az anyáknak tenni ebbe az időszakba arra, hogy tudomásul vegyék azt, hogy nem egyedül vannak ebbe a szülőségbe. Szenzitív feladat a mozgás és a beszédfejlődés, ezen keresztül a testképnek a kialakulása. Ahhoz, hogy a gyereknek a testképe kialakuljon, nagyon sokféle mozgásos helyzetbe kell legyen, és ez segít neki kialakítani. Szülői feladat biztonságot adni, szolgálni a gyermek szükségleteit. Tehát a 0-3 éves korban levő szülőség nagy része szolgálat. Áldozathozattal, magamról való, magam félretevése sokszor. Nagyon fontos a biztonság és a megfelelő környezet, nagyon fontos a visszajelzés. Hogy a gyerek kapjon visszajelzést arra, amit csinál, arra, hogy megnyilvánul, azokra a pici dolgokra, amik az ő életének a tartalmai. Még a negatív visszajelzésnél is rosszabb ebbe az időszakba a visszajelzés hiánya. Mert azt adja, azt hozza a gyereknek, hogy nem számít. Következetes szokások kialakításának az alapjai is itt vannak. Tehát például ebbe a szakaszba kell a gyerek megértse az alaprendet. Azt, hogy van nappal és éjszaka. Azt, hogy van felnőtt és gyermek. Tehát ilyen, hogy az alap határok körülbelül hol vannak. A veszélyt még nem pontosan érti, de azt már megérti ebben a szakaszban, hogyha a szülő valamire azt mondja, hogy nem és veszélyes, arra érdemes odafigyelni. Ugye ma már nem abban a szakaszban vagyunk, amikor volt régen ilyen a porosz felfogásban, hogy még 3 éves kor előtt tedd a gyermek kezét a tűzbe, kicsit égjen meg, egész életére tudni fogja, hogy nem kell oda tenni a kezét.
Ez azt jelenti, hogy a gyerek ilyen nagyon erős külső hatásokra figyel oda. A gyereknek ebben a szakaszban már el kell indulnia afele, nem tudja még, de el kell indulnia afele, hogyha a szülő valamire határozottan azt mondja, hogy nem, az egy olyan korlát, ami figyelembe kell venni. Tehát, hogy nem futunk ki az útra, az kőkemény. Mert neki az káros. Jó, még biztos lesz erről kérdés. 3-7 éves korban a dilemma az, hogy az önállóság fele halad, vagy a függőség fele halad. És ezt nagyon érdekesen tudják a gyerekek csinálni, akár úgy tűnik sokszor, hogy manipulatívan. Tehát nekünk volt olyan gyerekünk, hogy a zoviba csinálta, fogat mosott, öltözött, vetkezett, ahogy tudott. Otthon így tartotta a lábát, hozzá tartotta a fogát, mossanak fogat neki. Tehát a közegtől függően viselkedett, tehát hogy mi fele halad. És hát kiderült, hogy sörös üvegre van a cumi húzva neki, mert már a 4 liter tej nem elég este. És hát a kicsi drágának fél liter tejet sörös üvegre húzott cumiből. Tehát, hogy nagyon a szülő nem az önállósodás fele segített a gyereket, hanem a függőség fele. Benne van a képbe, és nem akarom karikírozni egyáltalán, hogy ez egy mozgásában akadályozó gyermek volt, de az ő szempontjában is fontos, talán még fontosabb az önállóság felé való segítés. Szerzíti feladat az évkép kibontakozása, ezt megelőzi a testkép. Tehát amikor a gyerek felfedezi, hogy ez, amit mozgatok, az én kezem és a lábam. Ezután jön az én kép, tehát a testképen keresztül alakul az én kép, amikor már nem egyes szám harmadik személyben beszél magáról, hanem kezdi tudni, hogy van én, van te, van ő, hogy különválva vagyok az anyától, stb. Nagyon fontos az, hogy amikor a nemi identitása kezd ébredezni, ebbe a szakaszba kezd rájön, hogy jé, vannak fiúcskák és vannak kislány, apa, fiú, anya, kislány, és hogy ez az egész világban így van, hogy mindig igazat válaszoljunk neki, bármit kérdez, de az életkorának megfelelően, hogy kapjon visszajelzést a nemi identitás csiráinak a megjelenésére. Tehát, hogy az apának akarja megmutatni, hogy elég szép vagyok, vagy a kisfiú az anyának mutatja meg a frizuráját, vagy nem tudom. Tehát, hogy kapjon ezekre visszajelzést. Szülői feladat közel lenni, tehát itt már nem az állandóság, hanem a közelség, tehát, hogy közel legyek a gyerekhez, tudjunk beszélgetni, tudjunk megosztani dolgokat, a modellnyújtás nagyon fontos, tehát a gyerek figyeli a szülőt, nagyon kritikusak, nagyon éleslátóak, nem lehet mismásolni, és sok esetben szóvá teszik azt, hogyha mondjuk a modell és a szóbeli nevelés eltér. A gyerekek ezt észreveszik, és mondják, de miért mondtad úgy, de miért csináltad úgy. Nagyon fontos ebben a szakaszban az, hogy az életteret egy kicsit próbáljuk tágítani, sokszor akaratlagosan is, vagy tudatosan. Tehát, hogy ne csak a családban és a legközelebbi kapcsolatukban mozgulódjon a gyerek, hanem megpróbáljon tágabb környezetben, megpróbáljon kapcsolatokat nyitni, kezdeményezni, illetve hogy a tapasztalatszerzés sokféle helyzetben védetten tudjon tapasztalatot szerezni, először csak mozgásosat, aztán verbálisat is, a millió miért kérdés, ugye a végén oda is eljutunk, hogy miért. Tehát, hogy ez mind az ő tájékozódásának, a tapasztalatszerzésének a tere, és úgy tűnik, hogy elengedi a füle mellett a sok miértre a választ, nem igaz, raktároz. Tehát a miért korszakban rengeteg olyan dolgot raktároz a gyerek, amiről mi nem is gondolunk. És csodálkozunk később, hogy ezt honnan tudja. Tehát ez a szakasz nagyon jellemző a raktározásra. Ez nagyon jó a gyerekekkel való ilyen gyülekezeti foglalkozás esetén is tudni, hogy nem az az időszak, amikor feltétlenül vissza akarja mondani a történetet, vagy a biblia verset, vagy az éneket, de raktároz. És lehet, hogy 10-20 évesen fogja tudni. Ugye hallottatok rengeteg ilyen visszaemlékezés. Ugye ezt akkor tanultam 5 évesen a vasárnapi iskolában. Tehát, hogy elraktározza ezeket a szakasz dolgokat. 7-12 év, még mindig a kisgyermekes életszakaszba osztják, a nagybeosztásba.
itt a kompetenciaérzés vagy kisebb rendőrség. Ugye előzőleg az volt, hogy önállóság vagy függőség, és ez tovább megy a fele, hogy a gyerek kezdi felismerni, hogy vannak dolgok, amikben ügyes vagyok, kompetens vagyok, tudok dolgokat, vagy valamilyen fajta kisebb rendőrség alakul ki benne. Most nincs olyan gyerek, akiben szintisztán a kompetenciaérzés alakul ki, és szintisztán a kisebb rendőrségi érzés. Ez egy ilyen mozaik. Hogy vannak dolgok, amikben azt gondolja, hogy ebben jó vagyok, ebben rossz vagyok, ezt meg se próbálom. De itt még teljesen nyitott könyv a gyerek, tehát hogy nem is szokta elrejteni még a szülőtől a dolgait, de nagyon tud alakulni. Szenzitív feladat kilépni a védettségből és teljesíteni, ezt elvárja tőle a világ. Tehát itt már iskolás, 1-4 osztályos, és szembe kell nézzen azzal, hogy neki teljesíteni kell. Lehet, hogy a családban eddig soha nem érezte, vagy az oviba se, hogy neki teljesíteni kell, és itt szembesül azzal, hogy teljesíteni kell. Most a teljesítmény ne az iskolai jegyekbe gondoljátok, mert a fiúkat úgy 10 éves korig nem igazán érdekli, később is lehet, hogy csak az ösztöndíj miatt. Teljesítés a gyereknek az, hogy fel kell kelni. És minden reggel, hogy be kell pakolni, hogy jelen kell lenni egy olyan környezetben, hogy sokféle felnőttnek a mindenféle ándungjához hozzá kell szokni, ugye? Rájön, hogy nem csak olyan nők vannak meg anyák, mint az ő anyukája, hanem vannak másfajták is, és meg kell tanuljon ezekben a helyzetekben boldogulni, és kénytelen ezekben a helyzetekben valamit produkálni, mert nincs ott, már rég nincs ott a szülő, hogy megoldja a helyzeteket. Tehát át kell járnia, és ilyenkor nagyon szoktuk félteni, jönnek haza, és mondják, mit mondanak a általában a családban védetten nevel gyerekek, mit szednek fel legelőször, a legcsúnyább szavakat, a kétértelmű vicceket, tehát amivel ők még addig nem találkoztak, azokat, és kezdik mondani, és ez valahogy nekünk viszonyulni kell. És megbeszélni ezt, hogy igen, nem csak ilyen emberek vannak, mint mi, nem mindenki ilyen értékek mentén tájékozódik. Segíteni neki abba, hogy értékelni tudja azt, amilyen van, kapcsolatilag, képességileg, hogy megerősödjön a kompetenciaérzés benne, azzal együtt, hogy nem mindenben lehetek menő. Nem mindenben kell menő legyek. És ez így rendben van. Szülői magatartást tanítani, és ez lehet, hogy furcsa nektek, mert mindenki más is tanítja a szegény fejét. Ez a fajta tanítás azt jelenti, hogy tanítani például tanulni. Tanítani viszonyulni ehhez a teljesítmény elváráshoz. Tehát amiket az előbb elmondtam, ez az időszak a legjobb az értékek átadására, ilyenkor már kezd véleménye lenni, ilyenkor nagyon szeretik a képes bibliát, a történeteket, tehát ezt nagyon jól ki kell használni. Akkor is, ha nem vagyok biztos, hogy ért mindent, az öntudat és az Isten tudat csirái indulnak el ekkor. Az öntudat az, amikor már kezd tájékozódni a jó és a rossz felől, nem csak külső kontroll hatására, hanem ő kezd gondolkozni azon, hogy mi a jó és a rossz. Nyilván nem tudja még, meg könnyen elcsábul, de hát mi nem. És az Isten tudat is ekkor kezd bontakozni benne, és az nagyon fontos, hogy elkezdjen bontakozni, mert jön a kamaszkor, amikor meg taszít el egy csomó mindent. Tehát hogy ennek a kezdeményei el kell induljanak. Nagyon jó időszak ez a szülő-gyermek kapcsolat megerősítésére, és nagyon tudatosan ki kell használni ezt, hogy még nem kerül kamaszkorba, addig legyenek vagány dolgok, amiket csinálunk, legyenek jó megbeszéléseink, ráfigyelve arra, hogy neki mi a jó. Minél több időt töltsek, míg akar, mert utána már, azt mondta a szomszédunk, de egy bánsi pácse. Tehát, hogy lehet, hogy egy olyan szakasz következik, amikor már nem akar velem jönni, velem csinálni, nekem mesélni együtt. Tehát ezt használni ki, ezt a 7 és 12 év közötti időszakot. Serdülő gyermekes család nagy szakasza, családi szakasza. Itt a családi határok rugalmasságának a növekedése, a gyerek függetlenedésének a kockázatai, törekvései,
vannak itt, tehát már mondtam a legelején, hogy ezt is nagyon erősen tanulni kell, és tehát itt már a háttérnek a biztosítása, ez ima háttért is jelent, hátteret is jelent, érzelmi hátteret is jelent, azt is, hogy nem aggódom tele a fejét folyton, hanem biztosítom arról, hogy imádkozom érted, hogy jöhetsz bármi van, de nem tátaká, azt ecsetelem, hogy milyen gonosz a világ, mennyivel veszély leselkedik rá, még hogyha nagyon erősen ott is van. Teljesítmény elvárások halmozódása a szülőknél. Tehát ebben a családi életszakaszban a szülő már nem kezdő munkavállaló, már nem kezdő felnőtt, már nem kezdő szülő, minden honnan várnak tőle. Valószínűleg a gyülekezetbe is már bekerült abba az életkorba, amikor ilyen húzó erőként tekintenek rá, szolgálattevő, meg vezetőségi tag, meg stb. Tehát egy csomó szerep elvárás, és mindenütt azt várják tőle, hogy érett emberként legyen jelen, és nem könnyű. Tehát a kisgyermekes kornak az egyensúlyozásában, főleg a fizikai teher nagyon nehéz, meg az időmenedzsment, ebben a szakaszban meg ez a sokféle elvárás, és ebben megmaradni azért önmagamnak, meg megmaradni a családom számára is. Életközép krízis kockázatok, nagyon sok házasság bomlik fel ebben a szakaszban, nagyon nagy a depresszió, a való hajlam ebben a szakaszban, mert az emberek átélik azt, hogy innen már lehet, hogy csak lefele, hogy amit eddig nem tettem meg, azt nem biztos, hogy már van energiám, hogy belehúzzak. Ez nem mindig igaz. Sokkal hamarabb meglegyinti az embert, mint ahogy ez igaz lenne. A képességei szintjén és a lehetőségei szintjén. Ezért mondjuk azt, hogy életközépkrízis kockázat. Jó. A gyerek fejlődésében ez egy átmenet szakasz, mondtam, hogy hosszú, de még ennél is hosszabbnak tartja ma már a szakirodalom a gyerekkorból a felnőtt kor felé, mindenféle identitásnak a kialakítása. Ekkor történik, ekkor szilárdul meg. Ma már nem olyan egyértelmű a nemi identitás megszilárdulása sem, mert nagyon sokféle hatás éri őket. És nem szabad megijedni attól, hogy az első szakaszban úgy keresi magát, hogy azt mondja, hogy milyen nem akarok lenni. És itt az első számú jelöltek a szülők, hogy ilyen nem akar lenni. A fiú, amilyen az apja, a lány, amilyen az anyja. Tehát az ellenkező neművel jobban egyeznek. Ott nincs nagyon erősen ez a távolítás. Bejöhet, de nincs nagyon erősen jelen ez a távolítás. Ebből a milyen nem akarok lenniből kezd lassan, sok türelemmel, éréssel kialakulni az, hogy milyen akarok lenni. Mert sokszor kérdezzük a gyerektől, ezt se akarod, oké, mit akarsz? Tudod, hogy mit az, amit akarsz, amifelé menni akarsz, amiért teszel, amiben energiát teszel. Nagyon sok támogatás, kivárás kell, időben történik, tehát az érésnek óriási jelentősége van. És odaírtam lent, hogy a hálóknak a jelentősége. Nagyon sokszor a kamasz gyereknek a szülő tudja legkevésbé megmondani, amit kell, vagy amire szüksége van. Ilyenkor fontos az, hogy legyenek családi barátok, legyenek rokonok, legyen gyülekezet. Mi átéltük azt, hogy volt, aki minket támogatott, patronált, mikor mi voltunk fiatal házasok, és amikor az ő gyereke került abba a szakaszba, a szülőt elutasította, de mi velünk beszélt, és akkor mi tudtuk őt segíteni abban, hogy eligazodjon. Tehát a hálók borzasztóan fontosak, hogy legyen a gyermekeinknek, hogy ilyen legyen a gyülekezet, hogy ne a megbotránkozás, vagy a ledöbbenés, vagy a sok negatív visszajelzés felől közeledjünk. Tehát biztos látjátok, hogy viselkednek néha furcsán, akár bizarul kamasz gyerekek, hogyha mindig azt érzi, hogy azt mondják, hogy te nem így kéne, mert te így, mert úgy, az nem háló, akkor az ilyen rosta, hogy ki hújjon ki a férgesse, ugye? Tehát, hogy pont az lenne a lényeg, hogy tartsuk őket addig, amíg ők még nem tudnak a lábukon megállni, amíg ők még nem köteleződtek el a hitben, amíg egy csomó dolog még képlékeny bennük.
addig tartsák őket ezek a hálók. A családi kapcsolatok, tágabb családi, gyülekezeti kapcsolatok. Szülői minőségnek a kihívásai folyamatosan az, hogy egyensúlyra törekszünk. Ugye azt szoktuk, hogy milyen a jó család, jó kiegyensúlyozott, harmonikus, és folyamatos változásokat meg tudja lépni. És ezt tényleg teljesen a beszélgetésre szeretném hagyni, hogy hogyan történik ez. Az utóbbi 20 évben túl hangsúlyozódik az elvárás, és teljesen az elfogadás, és teljesen lesüllyedt az elvárás kérdése. Ebbe belefolytak gender hatások is, hogy nagyon sok pedagógus nő, tehát világviszonylatban a pedagógusok, nem tudom most a legutóbbi adatokat, de 85%-ban nők. És a női attitűd az inkább az elfogadás. A másik hatás, a generációs hatás, hogy gondoljatok bele arra, hogy titeket neveltek, bár ti még fiatalabb generáció vagyok, ahogy engem neveltek, egyre kevesebbet tudunk, úgy érezzük, hogy egyre kevesebbet tudunk egy az egybe átadni. Abból, amit mi kaptunk nevelés tekintetében. Tehát azt, hogy szülőnek nem mondjuk, hogy nem tegezzük, hogy... Tehát egy csomó olyan dolog volt, akármilyen konfliktus van, csak a gyerek kérhet bocsánatot. Tehát ezeket mi nem... És akkor nem tudjuk sokszor, hogy akkor hogy elbizonytalanodunk ezekben a helyzetekben. A másik dolog, hogy rengeteg alternatíva van, mint mindenben, rengeteg alternatíva van, praktika, ezt mondjad a gyereknek, és ez lesz, mintha gombnyomásra működnének a dolgok, és ezek mind ilyen praktikákra épülnek, igazából a nevelés lényege a kapcsolat. Akárhány éves a gyerekem, kapcsolatban legyek, ne veszítsem el a kapcsolatot, se a rossz tanulmányi eredményekért, se a hajviseletért, se azért, hogy lusta, hogy nem tudom, mi minden jöhet kamaszkorba, hogy visszabeszél, a kapcsolatot ne engedjem el. Tehát, hogy mindent írjon felül az, hogy kapcsolatban maradjak vele. És hogy keressem ennek a módját, mert lehet, hogy ő azt mondja, hogy köszöni szépen, nem akar, de hogy ezt nem fogadni el, nem nyugodni ebbe bele, akkor más úton keresni. Az elfogadásról sokat hallunk, nagyon fontos az érés az elfogadásban. És nagyon fontos a bizalom, hogy bízok abban, hogy a jó maka ott van egyszer, és nem kaparom ki minden nap, hogy nézzem meg, hogy csirázik-e, jön-e az első levele. És hát ezt máskor is sokszor elmondtam, hogy nekünk, keresztény szülőknek, meg Jézus tanítványaiként élő szülőknek az is óriási kihívás lehet, vagy hitbeli feladat, hogy ne akarjak mindent neveléssel oldani meg, mert akkor farizeus nevelek. Megvan a hely a gyerekeink fejlődésében, felnőtti válásában a megtérésnek. Egy csomó mindent nem tudok, mert akkor elvárom a gyerektől, hogy eljátszon dolgokat, ahol nem tart. Bízzak Istenbe, hogy megkeresi, az előző generációhoz is volt módszer, ehhez is lesz. És zárójel, viseljem a szégyen rámeső részét, ezt idézem Eszterházitól, amikor úgy viselkedik. Tehát sokszor minket, előző generációt jól megagyabugyáltak otthon, és muszáj volt úgy viselkedjünk, ahogy belül nem éreztük. Mert beszólt a gyülekezet vezető édesapámnak, hogy micsoda dolog az, hogy vasárnap is pattog az udvaron a labda, könyörgön volt 6 gyerek. Mi így oldottuk meg, hogy hagyjuk apánkat készülni, kimentünk az udvarra, aztán rúgtunk, amit lehetett, meg mit tudom én, miket csináltunk. Tehát, hogy ma már nem mennek ezek a módszerek, és nincs más mód, csak vagy állandóan bunkózod a gyerekedet be a földbe, és elszakad a kapcsolat, vagy farizeust nevelsz belőle, vagy vállalod a szégyen rádeső részét, míg nem az, aki azáltal lehet, hogy Isten megkönnyörül rajta, megszólítja, és ő elköteleződik, hogy tanítványként él. Elvárás életkori sajátosságok ismeretében kell legyen, világos kell legyen, hogy mi az, modellt kell nyújtani ebben is, és
sokszor, tehát nem teljesítmény alapú kell legyen az elvárás. Tehát nem elsősorban azt várom el, hanem azt, hogy aki ő ahhoz képest lehessen, és legyen, és ne adja alá ezt. Itt szembe kell néznünk a hazott örökségünkkel is, mert hogyha bennem sok fájdalom van, amiatt, hogy engem neveltek, ez engem inkább afele nyom, hogy nagyon elengedjem a gyerekemet. Vagy nagyon azonosulok, és én is reprodukálom ugyanazt a nagyon normatív, nagyon elváró, nagyon szigorú dolgot, vagy teljesen elengedem. De nekem fontos az, hogy ezt megelőzni, hogy szembenézek ezzel az örökséggel. Éjszakák voltak, amikor sírtam álmomban, mert jöttek ezek. Elkezdtem a családterápiát, és fel kellett dolgozni gyerekkori dolgokat, és feljött egy csomó olyan dolog, amivel szembe kellett nézzek, mert éreztem, hogy tehetetlen vagyok helyzetekben, mert az jön, és hallom abba, hogy beszélek, azt, ahogy hozzám beszéltek, és megfogom, és rángatom, ütni, verni, agyba, főbe azért nem, de hogy jönnek ezek az indulatok. A másik pedig az, hogy nem, visszalépek, történjen, aminek történnie kell, engedjük, bontakozzon, tehát hogy a másik végre. Szembe kellett nézzek a hozott öröksége, meg kell bocsássak, hálát kellett adjak azért, hogy sokszor fájdalmas, vitatható módszereken át a Jóisten mégis könyörült, hogy viszonylag normálisra sikerettem. És hogy bízzak abba az isteni kegyelembe, ami az én szülői hibáim ellenére is fog figyelni a gyerekemre, hogy ő is viszonylag normálisra sikeredjen. Itt van egy példa, amit Kádár Anna Máriától hallottam, az önfegyelmezésre. Lehet, hogy hallottátok, az anyuka vásárolt a gyerekkel a bevásárlóközpontba, a gyerek nyűgölt, minden baja volt, betetette magát a szekérbe, kiszedette a szekérbe, akart vásárolni, nem akart vásárolni. És az anyuka igyekezett higgadt hangon mondani, Etelka még 5 perc, Etelka még 4 perc, Etelka még 3 perc, Etelka még 2 perc. Kimentek a bevásárlóközpontba, kezdtek bepakolni az autóba, és egy idős házas pár pakolt mellettük. És odalép a bácsi az anyukához, és mondja, hogy hát szeretnék gratulálni önnek, ön nagyon ügyes anyuka, nagyon szépen fegyelmezi a gyerekét, vagy nagyon szépen elviseli. És úgy csodáltuk a feleségem, mert sokszor összenéztünk, mikor mondta a gyereknek, hogy Etelka még 5 perc, Etelka még 4 perc, jó példa mindenkinek. Az anyuka lefáradt szemekkel visszanéz a férfire, és azt mondja, uram, Etelka, én vagyok. Vicces a jelenet, de gondoljatok bele abba, amikor ezekben a helyzetekben nem magamat fegyelmezem, hanem én is lemegyek alfába. Nyűgöl a gyerek, és én is nyűgölök. Rámorgok, egyre erősebben rángatom, becsapom. Soha többet nem jössz velem. Jó, az érettség felé való fejlődésnek az iránya, ezt nem szabad elfelejteni. Testkép, énkép, öntudat, Isten tudat. Tehát ugyanúgy, ahogy a mozgásunk, a beszédünk fejlődik, a gyerekeknél ugyanígy. Tehát ne várd el a 3 éves gyerektől, akiben még nem szilárdult meg a testkép, hogy Isten tudata legyen. Megköszöni olyan jó Istennek, meg imádkozik, csak időnként kiderül, hogy azt gondolja, hogy Istent Istvánnak is hívják, amilyen mondták. És hogy igazából nem lehet tudni, hogy kihez imádkozik, mikor kéri a biciklit. De hogy ez benne van, meg hogy öntudata legyen 4 évesen, de hogy te tudod, hogy mi a jó. Nem tudja. Elkezd az öntudat csirázni, de hogy az egy hosszú érési folyamat, és nézzétek meg, vannak felnőttek, akik itt járnak köztünk, és látod, hogy nem ébredt még öntudatra, úgy él bele a világba, viszik az ösztönei előre. De meg lehet úszni öntudat nélkül. Mi a cél? Az nagyon fontos, ugye, az, hogy ne felejtsük el a célt. Tehát, hogy az a fontos, hogy nem egy kívülről programozott lényt neveljek. És a családnak nem az a feladata. A felettes, nem a felettes ént kell, főleg ha kívül szülő, keresztény szülő vagyok, erősítsem, hanem a lelkiismeretet. A felettes én az diktál, azt tudjuk, hogy működik. Óriási különbség a felettes én és a lelkiismeret között.
nem a bűntudatot akarom a gyerekbe elültetni és megerősíteni, hanem a jó és a rossz. Ez egy örök emberi feladat, Évától elkezdtük, nem biztos, hogy elérünk a végére, de keressük. A kell helyet, hogy kívülről mondják nekem azt, hogy kell, a fele szeretném segíteni, hogy akarja, hogy akarom csinálni. Az is nagyon rossz, hogy egy gyereknek nem lehet azt mondani, hogy kell, mert a mai generációban és az iskolában nagyon ott van, mondják a gyereknek, hogy kell, és köszöni, nem. De hogy segíteni abban, hogy felébredjen benne, hogy akarjon dolgokat, a kötelesség felől a felelősség fele nevelni. Tehát ezek azok az irányok, amikben segítenünk kell nekik, és hát ezt már elmondtam párszor, de ha valaki mégis nem hallotta, van két példa, ami párhuzamos, de nagyon szép. Szegény kínai lakodalmában azt mondták, hogy borra már nincs pénz, mindenki hozzon, és ott lesz egy nagy korsó, és mikor megkóstolták, víz volt benne, mert mindenki azt gondolta, én egyedül teszek vizet, attól még boríze lesz. Ha csak a fáradtságunkat öntjük én is, meg a másik is, meg a gyerek is, meg az egész család, akkor nem fogunk abból egyebet kimeríteni. És hát ott van ez a nagy kegyelem, hogy ott van a kánai mennyegző például, eleve víz volt a korsókban, de ott volt az, aki a víznek is, meg a bornak is ura, meg az elfogyásnak és az újra töltődésnek is az ura. És hát ebben reménykedünk az ő kegyelmében, a nevelésben is. Én azt gondolom, hogy kevés olyan terület van, ahol olyan kegyelemre utaltak vagyunk, mint a gyermeknevelés és a családi élet. Legtöbb örömet és a legtöbb fájdalmat is abban tudjuk megélni. Na, hát a 45 percet azt kibeszéltem, de bocsánatot kérek. Most szünet, ugye?